jól szórakozol, kicsim? Ó, hát igen, édesem, vegyük meg! Mit keres ez itt? Ideje letörölni a mosolyukat az arcukról. Nagyon örülök, hogy látlak. Au! Kivágta el a kötelet. Ki olyan kegyetlen? Miért csináltad? Jaj, ne! Láttad? Abba, nézd! Nem fog segíteni. Ebben a családban minden másképp lesz. Nem fogsz többet találkozni az anyukáddal, világos? De miért? Szeretem! Nem érdekel. Most muszáj engem szeretned, lányom. Megértetted? Miért nem veszi apa észre? Édesem, nyugi! Ne gyere többet a házamba! Anya, ne! Minden Anika miatt van! Viszlát! Örökre! Bizonyítékot kell találnom. Hol van a lány? Azt hiszem elment. Ó, igazi én. Kevinnek fogalma sincs erről. Szóval ő hosszú karú anyuci? Mindent ki kell derítenem. Mi ez? Hú, mi ez a portál? Érdekel? Akkor menj! Engedj ki innen! Nem hagyhatunk ott egyedül. Szerintem Hagi remek társaság lesz számodra. Trontrik, mi ez? Miért van itt ez a játék? Ideje szórakozni. Gyerünk, Hagi! Ó, ne! Azt hiszem, bajban vagyok. Jaj, ne! Hová tűnt? El kell mennem innen. Ó, anya, ments meg! Remélem, megkapja az üzenetet. Micsoda rémálom. Mi van vele? Várj egy percet. Ez Kevin felesége? Szegény, megtanítjuk neki a leckét. Azt majd meglátjuk. Add ide. Most már tudok mindent. Engedd el, most! Mi folyik itt? Most veszed észre? Ő tette ezt. Édesem, mi újság? Ne zavard már! Hagyd abba, Kett! Édesem, hol van a lányunk? Nem jövök rá! Mondd meg az igazat! Különben rosszabb lesz! Édesem, minden rendben van vele! De nem vagyok benne olyan biztos, hogy Kettel is! Akkor mi van? Jól érzed magad? Ne olyan gyorsan! Meg vagy! Hé, Kevin, nézd! Az embereknek nincs ilyen hosszú karjuk! Már megint? Hagyd békén az angyalomat! És mi ez? Nem akartam elmondani, inkább megmutatom. Egy ugrókötél versenyre edzek. Minden tőlem telhetőt megteszek. Olyan tehetséges vagy, biztosan nyersz. Próbáljuk ki együtt. Olyan vicces, csináljuk újra. Hogy lehet ezt nem észrevenni? Ugrálj, édesem. Aha, köszi. Itt az etetés ideje. Felszolgálom az ételedet, te aljas lány. Ó, milyen kedves vagy. Köszönöm, de még nem vagyok éhes. Nagyon gondoskodó vagy, köszönöm. És ez az én hálám. Fura vagy. Beteg vagy. Mi van, ha elkapom? Aha, igen, gyorsabban. Nagyszerű, elment. Most pedig szórakozzunk egy kicsit. Remélem, működik a csipem. Imádom ezt a dalt. A testem, nem tudom irányítani. Mi folyik itt? Táncolj, anyuci! Ó, igen. Drágám, jól vagy? Mi? Ó, persze, csak ki kell takarítanom a kanapé mögött. Oké. Jaj, ne! Mi történik? Engedj el! Jaj, el kell tűnnem innen! Mi van velem? Engedj el! Mi? Szóval emiatt volt. Milyen aljas lány! Ezért még megfizetsz. Ó, igen! Most ki a vesztes? Én nyertem! Mi következik? Szabad az út! Ki kell mennem?
Gyere be, anya! Szia, jól nézel ki! Köszi, üdv a családban! Ülj le, anya! Olyan csinos lettél! Anya, ismerd meg az új feleségemet! Jaj, Anika, örülök, hogy találkoztunk! Fedd el ezt! Talán nézzük tévét? Ez a kedvenc műsorod! Hozok valami harapnivalót! Oké, Kett, vigyázz! Ó, a karom! Micsoda mindenevér! Szép párna, de túl kemény! Tadám! És itt a pattogatott kukorica a kedvenc anyósoknak! Hú, mekkora lúzer! Anya, jól vagy? Mi történt? Itt az italod! Nem erészel ijeszgetni anyámat! Veszélyes neki az aggódás! Jaj, remélem ízlik neki az új íz! Hagyjátok abba, gyerekek! Mi? Anya, mi van veled? Kett, elegem van! Anya! Mit csináltam? Bocsánat! Remek, mindenki elment! Megmutatom ennek az Anikának, ki az okosabb! Szereljük fel a kamerákat! Meg kell bűnhődnie a tettei miatt! Majdnem kész! És még ide még egyet? Nagyszerű! Most nem bújhatsz el! Ó, jön! Ó, mi lesz? Hülye öreg asszony! Oké, ideje egy kicsit nyújtózkodni! Trum, trik! Nyújtózkodja, mennyire csak lehet! Ez az! Megkapcsolom a felvételt! Nagyszerű! Most bizonyítékom is van! Kett! Most Kevin mindent látni fog! Ezek az utolsó perceid ebben a házban! Kevin! Igen, mi történt? Mi ez a ruha? Mindegy, mutatnom kell valamit! Ülj le! Ettől elborul az agyad! Adj egy percet! Indul! Nem értem, mi folyik itt? Itt! Meglátod, csak várj! Ez őrület! Hát dörzsölje meg a hátad! Köszi, anyuka! Te anyukáddal fürdesz? Köszönj az előfizetőimnek! Ezt nem kellett volna látnotok! Add ide, Kett! Hogy merészeled? Gyerünk, Anika! Megőrült! Ne már! Miért vagyok ilyen szerencsétlen? Végre kijutottam! Hé, miért nem tudok kimenni? Nem engedlek! Hé, szállj le rólam! Nem tudod megtörni a szorításomat! Milyen aljas? Ki az? Erre nem számít! Trum-trik! Ne, hagyd abba! Anya, ments meg! Siess! Kislányom, már itt is vagyok! Nem elészed bántani a lányomat! Anya! Félhetsz a kung-fungtól! Engedd el! Nagyon erős! Le fogja tépni a kezemet! Azonnal engedd el a lányomat, különben megverlek! Mi a baj? Kevin! Jaj, ne! Itt van a nyuci! Hová mész? Túl késő! Kett, hogy magyarázod meg ezt? Oké, elég volt. De ő... Hagyd abba, hogy mindent a játékokra fogsz. Kicsim, jól vagy? Jól van. Elegünk van belőled. Menj innen! Engedj el! Mindent elmondok Kevinnek. Ne ronts a helyzeteten! Nálam van a kulcsod, nem fog hinni neked. Nem hiszem el. Hogyan? Ennyi. A bajban vagy. Csak ezt ne! Most nem állíthatsz meg. Akarom. Add vissza. A mágnes túl erős. Kevin, ne gyere közelebb. Mi folyik itt? Ezek a tieid? Csak ezt ne. Pont tegnap kaptam meg őket. Ne. Minden miattad van. Hagyj békén. Minden a te hibád. Lányok, hagyjátok abba. Elég. Hallatok engem? Hagyjátok abba a harcot! Állj! Kett! Béke? Nem viccelsz? Oké. Mi? Ne próbálj átverni! Különben... Trum-trik! Hűha! Nem tudtam, hogy képes erre. Ennyi. Elég. Kevin, kedvesem, segíts! Megmondtam. Nem az, akinek kiadja magát. Nem hiszem el. Igazad van. Drágám, semmire se jó.
Elviselhetetlen! Hé, hová mész? Gyerünk, srácok! Mennünk kell! Gyere vissza, Anika! Nem hagyom, hogy elrontsd a terveimet! Készülj fel a legrosszabbra! Nem bocsátok meg neked! Azt hiszem, itt a lehetőség! Anya, ez a tiéd! Trumtrik! Csak ezt ne! Engedjetek el! Tökéletes! Anya, ezt nem teheted! Kent, mi folyik itt? Takarodj a feleségemtől! Fúj! Menjetek ki! Megsérültél? Abba félek! Minden miattad van! Nem akarlak többé látni! Ne gyere többet a házamba! Menj! Mi? Nem hiszem el! Ez a hálájuk? Most mit csináljak? Teljesen egyedül vagyok. Ó, micsoda nap! Hűha, olyan szép! Hé, ne légy szégyenlős! Ne mozdulj! Szerintem igaza van. Milady, olyan gyönyörű vagy. Ez a tiéd. Rendezvúzni akarsz? Ne légy vizes. Mit szólsz egy fotóhoz emlékül? Ó, lefotoznál minket? Köszönöm szépen. Kicsit balra? Nem, várj egy kicsit. Egyszerűen nagyszerű. Gyerünk, mindenki mosolyogjon. Trumtrik! Nagyon hiányoznak ezek a napok. De ez a mostohaba minden tönkretett. Ó! Anya, apa! Már megint te vagy? Nye. Most már én vagyok a családod. Hálásnak kéne lenned, hogy nem haraptalak még meg. Hoppá, édesem! Szia, kedvesem! Mi újság? Ne hírd kedvesnek! Remek! Ez nem lehet igaz! Ó, láttad az időt? Mennünk kell! Gyere, drágám! Viszlát, szerelmem! Szép napot! Trumtrik! Anya, nézd! Eltűnt! Kicsim, ez nem az apád. Hagyd abba a találgatást. Voilà! Lássuk, mi van itt. Ó, oh, tökéletes, soha nem fogják megtudni. Tudtam, biztosan vámpír. Anya, itt van. Oda rejtette a vámpír fogait ebbe a fiókba. Ne aggódj, drágám, nincs titkolni valóm, ez csak a ruhám. Sajnálom, Gabi. Kicsim, hagyd már abba. Milyen szemtelen lány. Ki kell cserélnem a vámpírtartómat. Senki nem talál meg drágaságaim. Kett el is ájulna. Egyelőre ne ijesztgessük. Több védelemre lesz szükség. Trumtrik! Ezzel a lánnyal foglalkoznom kell. Áha! Leleplezem. Kett visszajön hozzám. Be van zárva. Van egy ötletem. Hol van? Ó, itt egy kicsit félelmetes. Na hát, ezt kerestem. Ó, igen. Lássunk munkához. A birtokháborítás tilos, menj innen! Ki van ott? A rémálmod! Hé, nem csináltam semmit. És nem is fogsz. Azt hiszem, bajban vagyok. Kérlek, ne bánts. Oké, próbáld ki ezt. Na igen, rázzuk meg a régi csontokat. Tetszik a dallam? Elég hangulatos. Kösz. Ezt megúsztam. Fejezzük be. Mi van? Ez lehetetlen. Mit keres ő itt? Igaza volt a lányomnak. Ő egy vámpír. Itt az én lehetőségem. Hol a kártya? Mennyi zseb? Csiklandoz! Megtaláltam! Hoppá! Bocsi, haver! Végre! Megvan! Ó, túl hangos voltam! Oké, ideje leleplezni! És egy újabb bizonyíték! Nem kell mosolyognod! Kész! Most biztosan hinni fognak nekem! Hoppá! Ne olyan gyorsan! Ez megállít egy időre! Ha-ha-ha! Nem szép szétszakítani a családokat, vérszívó! Most Kett biztosan visszajön hozzám. Drága, van egy meglepetésem. Thomas, mit csinálsz te itt? Menj a francba! Látnom kell. Még bajt okoz. Apu, visszajöttél? Van egy ajándékom számodra. Ha valami történik velem, ezt add oda anyának. Ez egy vámpír rejtekének kártyája. Titkos fiókot használ a komódban.
Elég. Nincs szükségünk az ajándékokra. Mehetsz. Nem. Látnom kell a feleségemet. Hé! Hívom a zsarukat. Miről beszélsz? Ezt neked vettem, szerelmem. Hát nem felejtetted el. Köszönöm, kedves. Minden tudok rólad. Ó, ezek a gyerekek. Hú, király. Ha kinyitom a titkos rejtekét, anyukám biztosan hinni fog nekem. Trum-trik. Sikerült. Lássuk, mi van belül. Ó, de nevérek. Elég. Mi történik? Segítség, apa! Mi? Honnan jön ez a zaj? Van elég hely ott neked? Ó, ne! Drágám, jól vagy? Mi volt ez a zaj? Azt hiszem, hallottam valamit. Miről beszélsz? Éppen próbálok. Hamarosan a Broadway lesz előadásom. Imádom a jazz-t. Klassz dallam. Álló ováció lesz, kedvesem. Láttad a kicsimet? Nem, csak a zenére figyeltem. Srácok, tudjátok, hol van a lányom? Írjátok meg kommentben, aggódom érte. Most már biztos mindent elmondott neki, és most Kettnek meg kell bocsátania. Oké, itt az idő. Hé, én vagyok. Megint? Nem értetted meg az előbb? Engedj be! Ma van apák napja. Mi? Oké, gyere be. Na azért, micsoda idióta. Szia, Kett! Én, drágám, ezt neked hoztam. Hű, olyan gálás vagy. De hisz, ezeket én hoztam. Be tudod tenni őket egy vázába? Nem mondta a lányunk. Ő egy vámpír. Hogy lehetne vámpír? Elment az eszed? Most lebuktatlak. Itt a bizonyíték. Ez csak néhány kép egy koporsóról. Ő az. Szerinted Gabriel egy koporsó? Mi? Bent volt? Nem látszik a vámpír a fényképeken? Lehet, hogy csak egyszerűen őrült vagy. Figyelj és engedelmeskedj. Igen, uram. Nagyon finom. Édesem, hív mentőt. Thomas rosszul érzi magát. Jó, fiú. Oké, megoldom, édesem. Vigyázz rá. Mi történhetett? Már megint az a zaj. A fal mögül jön. Anya, itt vagyok. Segítség. Nem hall engem. Ó, ezt tudom használni. Ezekkel a poharakkal és színes papírral üzenhetek anyukámnak, és akkor biztosan megment. Segíts! A fal mögött vagyok! Kérlek, siess! Most hajtsuk össze a levelet, és küldjük el ezzel a rakétával egyenesen anyának! Az utolsó simítás! Trótrik! Ó, mi ez? Olyan furcsa! Egy üzenet? Ez a kicsim kézírása. Segíts, a fal mögött vagyok! Mi? Nincs vesztegetni való időm! Melyik fal mögött van? Szegény kicsim! Remélem megtalálom! Annyira aggódom érte! Ne sírj, megkeressük! De nem ma! Remélem nem történik vele semmi baj! Édesem, hidd el, minden rendben lesz! Nagyon szeretnék hinni benne! Vagy nem! Lehet, hogy valaki már megtalálta? Nem állhatunk meg! Kicsim, gyere vissza! Most rossz idő lett. Ó, ne! Szárítsd meg a könnyeidet. Köszönöm, drágám. Pihenned kell. De nem tudok. Ez undorító. Mi ez, takony? Mára elég. Lehet, hogy már otthon van. Olyan hideg van. Nem érzem jól magam. Le kell feküdnöd. Lázas vagy. Jaj, ez viszont jó hír. Mit kezdesz a popcornnal? Köszönöm, kedves! Te vagy a legjobb! Miért ülsz itt? Menj, keresd a kicsikém! Jaj, fáj! Halló? Igen, orvos kell! Ó, ez gyors volt! Kész az álca! Itt vagyok, hölgyem! Mi a panasza? Hadd vizsgáljam meg! Vegyen egy mély levegőt! Lélegzik. Tartsa vissza a lélegzetét. Mi ez a zaj? Ez gyanús. Szerintem itt van. Segítség, itt vagyok! Jessica, olyan hangos. Ó, megvan. Megint az a vámpír. Doktor úr, mi van velem? Ne félj. Megmentelek, és a lányodat is. Leleplezem őt. Mi?
Kezdek éhes lenni, csak ne most. Add ide. Mennem kell. Egy kicsit jobb. Mi van veled? Doktor úr, segítesz neki? Ez meghaladja a tudásomat. Ezt vegye be. Hát igen. A vér olyan, mint a nektár. Már nagyon nehezen bírom. Csak ezt ne. Hé, mit szóltok egy kis diszkóhoz? Ő mindig ilyen. Gyerünk, öregek, táncoljunk! Ó, igen! Hol szedte össze ezt a fickót? Most ne beszéljünk róla. Na jó, ezt itt hagyom. Ó, igen, önts még egyet. Ó, ezt már nem tudom megállni. Megfázásra jó a paradicsomlé. Vér! Szóval csak paradicsomlé. Szerintem fogalmuk sincs, ki vagyok. Gyógyuljon meg mielőbb, és ha bármi történik, hívjon. Szép napot! Hogy van a kislány? Engedj ki! Minden rendben. Itt az ideje, hogy megleckésztessem ezt a gyanakvót. Mi lesz a legjobb ajándék számodra? Talán néhány denevér? Ó, ne! Mi az? A hajamban vannak! Csodálatos! És most mini hurrikán. Elrepültek! Mi az? Segítség! Miért nem láttam korábban? Ez az én lehetőségem. Használnom kell. Rozsdás. Nem működik. Várjunk, van egy zár. Lájkokkal nyílik. Srácok, segítsetek kinyitni. Csak lájkolnod kell ezt a videót, és szabad leszek. Juhú! Nagyon szuperek vagytok. Nagyon szépen köszönöm. Megmenekülök. Jaj, ne! Olyan szomorú, hogy az orvos nem hozott vért. Én biztosan innék. Pontosan, ez működhet. Ha egy kis vért teszek a kávéjába, nem tudja elrejteni valódi természetét. Igen! Ennek a kávénak nagyon jó illata van. Mi? Nem lehet. Vér? Apának igaza volt. Én vagyok az éjszaka ura. Észrevett. El kell mondanom apának. Mi a kódja? Halló? Siess, itt van! Igen, drágám, értem. Egy pillanat, és ott vagyok. Megcsináltam. Hol van? Ó, ne! Apa! Ki tette ezt? Megbánod, Jessica. Mondj búcsút az életednek. Olyan ijesztő. Hé, te! Ne merészelj a lányomhoz érni. Nem engedem, hogy ezt tedd. Készülj fel! Most bajban vagy! Vigyázz a fogaidra, fogas! Készítsd elő a koporsót! Itt vagy? Mi ez? Menj el tőle, vagy megégetlek! Foghagy más lövés! Mit gondolsz, ki vagy? Szerinted meg tudsz ijeszteni? Jobb, ha most feladod! Elég! Nem fogsz rálőni a családodra! Hé! Kett? Ó, ne! Jól áll neked! Jaj, Kett, mi van veled? Hol vannak a lábaid? Nem tudom. Ezt nem bocsátom meg neked, vámpír! Ó, ne! Állj meg! Jaj, ne! Gábi! Kedvesem, jól vagy? Maradj életben! Szegényke! Thomas! Most takarítsd fel ezt a rendetlenséget! Ha ragaszkodsz hozzá! Gyerünk, Jessica! Anyának rossz kedve van! Hú, micsoda nap! Remélem, minden visszaáll a régi kerékvágásba! Hoppá! Ne bízd el magad, Thomas! Drágám, megsérültél? Elég volt, elmegyek! Már megint te? Elegem van! Azt akartam kérdezni, eljössz velem moziba? Utolsó sor? Persze, kedvesem, veled, akár az első sorba is. Kajegyek, tessék! Ne olyan gyorsan, ide vámpírok nem mehetnek be. Ez a szabály. Ó, ez olyan szomorú. Oké, én megyek. Állj, nem akarunk vizesüléseket. Várj, megbirkózom vele. Hé, nyugodj le! Nem állhatsz az utunkba, halandó lány. Szabad az út, édesem. Gyerünk! Majd te megszárítod az üléseket. Milyen klassz film. Még egyszer megnézném. Ó, valamit elfelejtettem. Hé, köszönöm, hogy partner voltál.
Semmi gond, vámpír. Köszi. Lássuk, mi következik. A frizura jön. Azt hiszem, láttam egy jó ötletet a YouTube-on. Megmutatom a kicsimnek. Ez nagyon klassz. Meg tudjuk ezt csinálni? Próbáljuk meg. Ha készen állsz, bekapcsolom a porszívót. Lássunk munkához. Először az összes hajat összefogjuk. Tartsd! Menő! Csak ne mozdulj, mindjárt folytatom. Mi? Hova lett? Hé, itt vagy, kicsim! Először ő, most meg az ajkam? Drágám, mi folyik itt? Ez a porszívó ellenünk fordult. Hogy merészeli? Ez az. Párbajra hívom. Vidd a portartódat a szerelmemtől, te gonosz gép. Majd én megmutatom, hogy kell bánni egy hölgyel. Nesze! Ó, vámpír, olyan aranyos vagy. Kicsim, jól vagy? Aszta! Tetszik a hajam? Igen, nagyon stílusos. Hadd fonjam össze vele. Szuper kombó lesz. Köszi, ez olyan szép. Annyira másképp nézek ki. Kemény küzdelem volt. Mi van veled? Én vagyok a nappali birkózó bajnoka. Juhú! És Ursula csak zappfejhet adott nekik. Kérlek, hagyd abba. Milyen szörnyeteg ez? Félek! Ments meg! Mi történt, fiam? Az a szörnyű Ursula ott van. Nincs mitől félned. Gyerünk, ne légy ilyet, macska. Te vámpír vagy. Igen, igazad van. Van valamim, ami segít emlékezni rá. Amikor ezt a köpenyt viseled, mindenki félni fog tőled. Érted? Légy bátor és merész. Remek. Most félelmetes vagyok. Király, adj egy pacsit. Kinek képzeled magad? Jó. El a kezekkel. Oké. Értem, nem nyúlok hozzád. Ez az én fiam. Hát akkor takarítsunk. Édesem, hozzám jössz feleségül. Most nem állok kész erre. Azok után, amin keresztül mentünk, arra bátorítalak, hogy mondj igent. Ezek a trükkök velem nem működnek. Srácok, ha szerintetek igen kellene mondanom, lájkoljátok ezt a videót. Látod, vámpír? Ó, ne, srácok, könyörgök nektek, lájkoljátok a videót. A sellő a szerelmem. Köszönöm. Hú, akkor oké, igen. Nem fogod megbánni, kedves. Hadd öleljelek meg. Hú, gratulálunk. Alig várom a mézes hetet. Most, hogy összeházasodtunk, megosztjuk az összes házi munkát. Tökéletes vagyok. Ez még hordható? Hé, akarom azt a nyakkendőt. Hé, kérlek, add ide. Hagyd abba, most. Add ide, vagy megfojtalak. Oké, jó. Először tegyük egyedivé. Ez a nyakkendő gyönyörű lesz. Adjunk hozzá láncokat. Olyan gyönyörű. És még egy-két apróság. Ez a fekete csipke arisztokratikussá teszi. És egy ajándék tőlem. Most már a tiéd. Nem, ezekkel a ruhákkal nem hordhatod. Tessék, most már igazi vámpír vagy. Én azt hordom, amit akkor viseltem, amikor az irodában dolgoztam. Olyan hülyén nézel ki. 3 éve még így néztem ki. A suliban mindenki meg fog őrülni, értem. Szuper stílusos vagyok. Olyan romantikus vagy. Csak veled. Anyu, ezt neked csináltam. Ez kínos. Ó, kicsim, ez annyira aranyos. Nézd, nagyon tehetséges. Apa, ezt neked csináltam. Nézd csak. Hé, te csak utánozol. Én jobban szeretem anyát. Én meg jobban szeretem apát, mint téged. Aj, te olyan válogatós vagy. Srácok, írjátok meg kommentben, kit szerettek jobban, anyát vagy apát? Mit hallgassak? Most már nem lesz mit hallgatnod.
Mit csinálsz? Így jobb. Mit csináltál? Elment az eszed? Hagyd békén! Fura srác! Állj! Anya, nézd, mit csinált a CD-jeimmel! El tudod képzelni? Add ide őket, van egy ötletem. Csak egy kis képzelőerő. Mi lesz ez? Hú, ez nagyon klassz. Anya, köszönöm! Alig várom, hogy játszhassak vele. Ó, gurítsd ide! Oké, gurítom! Annyira boldog vagyok, hogy már nem veszekedtek. Trum, trik! Ez nagyon klassz, apa. Hát persze, hogy klassz. Mi van még? A repülés is szerepel a listán. Itt az idő. Drágám, nézd, mit főztem. Olyan undorító. Tényleg te főzted? Finomabbnak tűnnek, mint az ízük. Nyerünk, szerelmem, egyél! Meg akar mérgezni, vagy mi? Ha a léggömbök repülnek, akkor én is meg tudom csinálni. Magamhoz kötöm őket. Hogy mi? Apa, segíts! Várj, tudom. Hajrá, dobó csillagok! Megvagy! Megijesztettél? Fiam, te vámpír vagy, nincs szükséged léggömbökre. Trum, trik! Legyél denevér és csapkodj a szárnyaiddal. Igen, értem. Kösz! Végre csak te is én. Ezt vettem neked. Mi ez? Fülbe való? Miért különböznek egymástól? Amikor megvettem, egy nyaklánc volt. Édesem, hozzányúltál anyukád nyakláncához? Nem. Milyen kis hazudós. Psz, kedvesem, ne aggódj, minden rendben. Pihenned kell. Jól vagyok, ez elég. Kicsim, ezt add az anyukádnak, varázsoljunk belőle egy szép felsőt. Adunk hozzá egy kis tült, és használjuk a nyakláncon megmaradt részeit. Egyszerűen csodálatos. Na, akkor mi lesz? Felpróbálod? Olyan szép, köszönöm. Add ide, ez nem játék. Ez a ruha is azt mutatja, milyen édes és kedves vagyok. Imádom a felújítást. Anyu, segíthetek? Készen állsz? Mindig készen állok. Hé, mit csinálsz? Miért festesz össze engem? Milyen szép henger. Tudom, hogy használhatjuk. Trum, trik. Kövess engem. Remélem, emlékszel a listánkra. Egy igazi sellőnek rendelkeznie kell pikkelyekkel. Mit gondolsz? Hú, milyen klassz. Tudtam, hogy tetszeni fog. Most jöhet az arc. Nem, nem, nem. Az arcodat sminkeljük. Gyorsabban, kérem. Már elnézést. Megtréfáltunk. Oké, fiú, menj apádhoz. Térjünk vissza a sminkethez. Légy komoly, kérlek. Először megtisztítjuk a bőrödet. Újra lélegeznek a pórusaid. Nagyszerű. Kész? Csak most kezdtük. Olyan szép vagyok. Klassz, mi? Na igen. Most már ellenállhatatlan vagyok. Vissza a játékhoz. És nincs uszonyunk. Hogy felejthettük el? Csináljuk most. Hova tettem? A legtetején volt. Ó, megtaláltam. Nézd, édesem. Ez az én báli uszonyom. Tökéletes lesz számodra. Mi ez itt? Hogy? Anya, te lúzer voltál. Mind nevettek annyira. Nem hiszem el. Ez te vagy? Ez nem vicces. Szerinted vicces voltam? Nézd meg apádat. Ó, jaj, te is lúzer voltál. Nincs ebben semmi vicces. Édesem, ne sértődj meg. Kicsim, próbáld fel. Apa elfelejti vacsorára. Mutasd magad. Anya, ez hihetetlen. Csodálatos vagy. Jó éjszakát, kis huligánjaim. Áhá! Huligánok, pont akiket kerestem. Fogalmuk sincs, mi fog történni. Trum, trik.
Elfelejtitek, hogy mik voltatok, és senki sem tud segíteni ezen. Mi folyik itt? A gyerekeinket? Ó, ne! Futnom kell! Drágám, nézd őket! Anya, mi van velünk? Félek! Édesem, figyelj! Azt hiszem, tudom, mit kell tennem. Vedd el, Kat! Ó, igen, kövess engem! Fiam, olyan akarsz lenni, mint én? Igen! Rémisztő leszel! Nem vagy vérfarkas, hogy ezekkel a karmokkal mászkálj. Ilyenek az igazi vámpír körmei. Mi olyan különleges bennük? Mire gondolsz? Hoppá, rossz kéz. Itt vannak, menő mi? Ugyanilyen körmöket szeretnél? Meg tudom csinálni magam is. Ne rágd a körmödet. Van egy speciális kütyüm, teljesen higiénikus. Ez a legjobb találmány a körömreszelő óta. Köszi, apa! Nincs mit, fiam. Egy lépéssel meg vagyunk. Oké. Olyan fényesek. Melyiket válasszam? Azt hiszem, megtaláltam a legeredetibb parókát. Minden szem rám szegeződik majd. Annyira nyálas. Ez undorító. Az arcom. Tűnés innen. Olyan érzékeny. Ez a frizura egyáltalán nem néz ki jól. Csak rontottam a helyzeten. Végre lemostam. Hé, segíts csak neked. Ezt hogy csináltad? Olyan, mint egy puzzle. Nem mutatkozhatsz így. Kat azt fogja hinni, hogy én csináltam. Mit keresel itt, Sardella kisasszony? Tulajdonképpen ő a lányod. De mi történt vele? Egy légcsavar köré tekeredtél? Sajnálom, az én hibám. Jaj, a vámpír fogaim. Jól van. Ezt most megoldjuk, vagy legalábbis megpróbáljuk. Remek, nekem nagyon bejön. Ja, és fonatok is. Igen, ezzel a kütyüvel nagyon gyorsan szép leszel. És semmi puzzle. És használjunk hajtűt, oké? Kész az új megjelenés. Köszönöm, anya! Nagyon jól áll neked. Én vagyok a legjobb. Mi újság, haver? Repülni akarok. Még túl korai, de tudod, kipróbálhatunk valamit. Nézd, mi van! Ó, ez nagyon klassz. Ezek az én babaszárnyaim. Olyan régen nem láttam, próbáld fel. Ó, persze, apa. És akkor tudok repülni? Igen, a koporsóra most nem lesz szükséged. Azonnal jövök. Most gyakorolni fogok. Aztá! Ó, csak ne repülj túl magasra. Erre külön jogsi kell. Nekem is lesz. Először le kell vizsgázni a vámpíriskolában. Türelem! Oké, nézzük, mi kell még. Uszony! Talán magamnak kellene elkészítenem. Ez könnyű. Pontosan, ahogy mondtam. És szükségem van még valamire. Várj! Szerintem egy békaláb is megteszi. Kettő sok lesz. Most már igazi uszonyom van. Anya nagyon büszke lesz rám. Megyek. Hú, egész gyűjteménye van. Szerintem nem bánja, ha felpróbálok egyet. Ó, olyan vagyok, mint egy tonhal a dobozban. Gyere le rólam! Drágám, ott vagy? Ez mi? Az úszonyom. Várjuk csak. Pablo, elkaptad a tolvajt? Én vagyok. Drágám, hogy történt ez? Gyere ki innen. Mondd, miért csináltad? Olyan akartam lenni, mint te, és csak itt ragadtam. Oké, kicsim, szerintem meg tudjuk javítani. Készen állsz? A forró levegőtől az uszony összezsugorodik, és a méreted lesz. Most adjunk hozzá egy kis egyéniséget. Trum, trik! Olyan szép! Köszi, anyu! Ez még nem minden. Szerintem ezek a stílusos ujjak remekül mutatnak majd az új ruháddal. Nevezzük ezt a stílust Ocean Grunge-nak. Tetszik? És persze tengeri díszek. Mesés.
Igen, te vagy a legjobb. Tökéletesen nézek ki. Ugyanolyan frizurát szeretnék. Remélem, meg tudom csinálni. Apugél. Vajon varázslatos? Nedvesítse meg a haját, és folytassa a formázással. Mi történt? Várj! Hú, szerencsére megvan a hajad, már kezdtem aggódni. Ó, ne! A hajszárító nem segített. Drágám, ide tudsz jönni? Meg kell szárítanunk a haját. Nem tudjuk nélküled. Segítesz nekünk? Semmi gond, tájfún! Hú, ez túl sok volt. Fiam, jól vagy? Olyan, mintha hullámvasúton lennék. Drágám, már megszáradt. Kérlek, állíts le. És még egyszer. Gratulálok. Valakinek ma van a születésnapja. Boldog szülinapot, édes. Szeretnék ajándékokat. Kívánsz valamit? Elfújhatod a gyertyákat. Nem tudom. Segítek. Nem a te születésnapod. Próbáld újra és erősebben. Gyerünk! Hú, szerintem elvesztettél valamit. Trum trik. Néha besegítek a fogtündérnek. Ez egy ajándék tőle. Drágám, hozd az italokat. Mindjárt jövök. Hol vannak? Hopp, olyan ügyetlen vagyok. Jössz? Kicsit ideges vagyok. Oh! Siess! Ó, gyerünk! Úgy érzem, csak rontottam a helyzeten. Gabriel, mi tart ilyen sokáig? Megteszem, amit tudok. Oké, menni fog. Ki kér inni? Ezt kapjátok, srácok! Izzy, mi ez a szag? Én sem szeretem. Nem akartok cserélni? Soha többé nem kérek tőled semmit. Most kóstoljátok meg! Miért teszel tönkre mindent? Fincsi! Ó, várj! Ez egy nyalóka? Nem kaphatsz édességet! Add vissza! Ne sziszegj apádra! Mi a baj a fogaiddal? Dolgoznunk kell rajta! Alig várom, hogy nőjenek az ujjak! Van egy ötletem! Pont az, amire nincs szükségünk, segít rajtad. Ragasszunk vámpírfogakat a nyalóka tetejére. Így olyan lesz, mintha tieid lennének. Hú, ez jó ötlet. Megmutatom anyukámnak. Anya, félj tőlem. Ó, ne ijeszges. Bár csak látnád magad. Ó, miért? Drágám, nézzük az ellenőrző listánkat. Ideje elkészíteni a sminket. Szerintem ezt könnyen kezeljük. Hé, mit csinálsz? Anya, hagyd abba, megcsinálom magam. Minden tönkre fogsz tenni. Nem vagyok már kisbaba. Hagyd abba, ez nem vicces. Tévedsz. Ne vacakolj. Van egy ötletem. Pablo, szükségem van a segítségedre. Visszaadom, ígérem. Most már kész a telefontartó. Díszítsük egy kicsit. Voilà, kész. Nézd, a Trum Triknek új videója van. Ó, tévé a tükörben! Annyira menő! Sikerült! Kezdjük a szemöldökkel. Egy kis púder, nézd rám! Hú, olyan gyönyörű! Köszönöm! Ez a smink nagyon jól áll neked. Hé, fiam, gyere ide! A vámpír kinézetedhez szükség van még egy részletre. Trum trik! Nem, ez nem jó. És ez sem. És ez honnan van? Oké, megcsinálom magam. Kell egy kis fehér szövet és csipke. Tedd egymásra, és hajtsd össze. Kész a vámpír sallang. Felpróbálod? Várj egy percet, majdnem elfelejtettem a díszeket. Ragasszuk fel őket ragasztópisztollyal. Ez olyan gyönyörű, sokkal arisztokratikusabban néz ki. Rendben. Mehetsz. Mit a vacsora idő? Biztos vagy benne, hogy halhatatlan leszek? Gabriel, tedd le az asztalról! Elfelejtetted, hogy nem a nappaliban eszünk? Viszlát a konyhában! Menj innen!
Drágám, nem is morzsázom. Mi a baj? Az a baj, hogy valaki megfeledkezett a diétáról. Ezt a salátát már nem tudom megenni. Tetszett az új videónk? Akkor mindenképpen lájkold és iratkozz fel, és kattints a csengőre. Találkozunk legközelebb!